Javában zajlanak az útépítési munkálatok a Máté Szalkai köztemetőben. Új, összesen 500 négyzetméternyi aszfaltfelületet kap a ravatalózó környéke, megkönnyítve ezzel a közlekedést. A beruházás a tervek szerint még minden szentek előtt elkészül. A városvezetés minden évben fejleszti a temető területét. Az útépítés mellett többek között a ravatalózó épülete is megújult. Ezen beruházás keretében került kivitelezésre a ravatalozónk felújítása, ami abból tevődött ki, hogy a külső homokzat festésre került, illetve az összes nyílázárót kicseréltük akkor megfelelő követelménynek elegettevő tevő ajtókra, ajtók, illetve a ravatalozó bejáratánál a nagy tolóajtó is kicserélésre került. Ezen beruházások körülbelül olyan 25-30 millió forint bruttó összegbe kerültek. A fejlesztésre szánt forrásból a közvilágítás is korszerűsítették. A ravatalozó épületére ilyen fényvetők kerültek. Ezek mellett 12 napelemes kandellábet helyeztek el a balesetmentes közlekedés érdekében. Új illemhelyet is kialakítanak majd a temető területén, amely a tervek szerint évvége előtt megépül majd. A beruházásokat az üzemeltető Máté Szalkai városorza Kft. végzi. A cég a minden szentek idejére a szolgáltatásokat is bővíti. Nyilván mindig rendben van a temető, de azért fokozottan odafigyelünk a megfelelő rendbetartására, itt a megfelelő plusz konténereket helyeztünk ki a temető területén, tehát akik a sírokat ápolják, azok a, az elhalt növényeket, illetve koszorúkat össze tudják gyöjteni, és ezt egy megfelelő tárolóedénybe tudják elhelyezni, ezeket naponta ürítjük. A nyitvatartásunkat meghosszabbítottuk, reggel fél nyolctól este hat óráig nyitva van a köztemető, és mint az említettem, az előbb, hogy most már világítás van, tehát az sem akadály, hogy esetleg aki a késő esti órákban érkezik, az, az megfelelően tudja ezeket a sírhelyeket látogatni, valamint a Városgazda Kft. állományában lévő biztonsági szolgálatból is mindenféleképpen a, ezen időszakban a szolgálatot ide föl fogjuk állítani, és a bárkinek bármilyen nyung, baja van, gondja van, ezeket a kollégáknak el tudják mondani a bajukat, és a megfelelő intézkedéset azt meg fogjuk tudni tenni. Az üzemeltető a mécsesek használatakor az elővigyázatosságra hívja fel a figyelmet. Száraz növény vagy más gyúlékony anyag mellett ne használjanak nyílt lángot a látogatók. A Máté Szalkai temetőben a minden szentek idején is be lehet majd hajtani gépkocsival, azonban a várható forgalom növekedés miatt azt kérik a hozzátartozóktól, hogy csak indokolt esetben közelítsék meg a sírhelyet autóval. A temető területén a közlekedés csak a szabályok betartásával 5 km per órás sebességgel megengedett.